Sziasztok, sziasztok! Én Gábor Lázs, és előző héten bemutattam az Apple nem csak új iPhone-okat, mint az iPhone XS Max és a XS, hanem egy új órát is, méghozzá a Series 4-et, negyedik sorozatú Apple Watch-ot, amit most ki fog nektek csomagolni, elmondom egy kicsit, hogy mi újat tud, hogy néz ki, már itt van amúgy a karomon, és hogy persze milyen könnyű setupolni, és hamarosan látod egy videót is róla, hogy miért jobb, mint a régi, és egy hét használat után kb. Miket találtunk ki róla, és hogy tényleg érdemes, de szerintem érdemes, mert nagyobb lett a képernyője, és persze tovább bírja, de nézzük meg a kicsomagoló videót először az új Apple Watchról. Már itt is van az óra fóliában, még 480 euróval, persze ez nem egy olcsó készlék, de egy csomó mindent javította az Apple, és ez a 44 mm-es, tehát egy kicsit nagyobb, én az alumíniumot választottam, nem a stainless steel, tehát nem a fémházasat, tehát ez is egyfajta fém, ami legalább matt, és így nem látszanak a kalcolások, meg az új lenyomatok annyira, és ez a loop seashell case, vagyis kis karpántos, ami nagyon jól néz ki, szerintem ez a sportosabb, meg businessebb variáns, ami hasonló itt igazából erre az a Fossil Skagen órámra, amit sokszor látok itt videóban. Mi van még ráéva? Le van írva, hogy mi van hozzá, és hogy kell hozzá iOS 12, tehát egy iPhone 5S, vagy újabb, amin iOS 12 fut. A régebbi iOS-en nem is fut, tehát upgrade-elni kötelező. Mást itt most nem látok rá, lenni, hogy francia, még németül van ráéva, és megint itt, mint mindig, csak ezt a fóliát itt meg kell fogjam. Végighúzom, végig szakad itt az egész. És lássuk. Nem csak rá van írva az, hogy vacs, hanem szépen bele is van nyomva itt a papír a házba, minden persze nekem nagyon tetszik megint. Aztán nem így kell kinyitni, hanem ezeket itt meg kell emelni. Szerintem, igen. És egy szép papírcsomagban nagyon sok Apple Watch csok vannak benne. Tök jól néz ki. Tehát egy jó kis ilyen abroszt lehet belőle csinálni igazából. Van hozzá itt a kis karpánt, amiből lehet különbözőket majd még hozzávenni. Sport Loop, kezdjük ezzel. Ez majd úgy is kell, 44 mm, hogy kell kinyitni. De a végén egyszerűen kicsúsztatjuk. Olvasni való, most nem érdekel engem. Watch. De van, hogy kell belerakni az új karpántot. És lássuk. Aha, ez is le van ragasztva. Inni. És érdekes. Oké. Majd kitaláljuk. De nézzük az órát önmagát. De szép kis csomagot kapott. Wow. Jó kis básonyos. Kis tokja van. Ez nekem nagyon tetszik. Kár, hogy soha nem fogjuk vissza belerakni, de ez nagyon igényes. 44 mm van ráírva. Húzzuk rá a pántikát. Képzelem, most jó irányba csináltam, mert szerintem nem. Csak így. Ja, fordítva kellett volna. Aha. Még így nem engedi. De. És akkor kattan is, tehát úgy kikinni, hogy itt látjátok, van ez a kis gomb. És ha ezt benyomjuk, akkor simán ki lehet oldalra húzni itt a pántot. És kicserélni. Tehát minden nap más pántot is tudnánk oldani. Aztán ezt ugyanígy itt a máskolt is belehúzzuk. Így magamra tudom rakni, és megint így visszahajtom, és bármilyen méretben tudom használni.
kicsit gumis is. És láthatjuk is itt az órát, amit dizájnban nem nagyon változtattam meg kívülről, egyenlőre, hogyha csak így nézzük, de előről majd látjátok, hogy jó nagy képernyőjelet, vékonyabbak a szélek, még mindig OLED, és itt oldalt a crown is egy kicsit más, tök kellemes tekerni. Van egy mikrofonunk, hangszórónk, teljesen bízhatatlan, tehát veled menni, úszni menni, GPS-be van építve bele, lehet rá tárolni zenét is, Bluetooth-val a zenét a felhatónkon hallgatni, és itt hátul látjátok, új szenzora is van, ez majd elvileg EKG-ként is működhet, meg akár azt is érzik, hogyha elestünk, tehát hogyha idősebb embernek veszünk egy ilyet, tökéletes arra, hogy jelezzen valakinek azt, hogyha valaki elesett, aki fontos annak a személynek, és akkor tud majd menni segíteni, vagy akár egy olyan munkahelyen van, ami kicsit veszélyesebb, ott is ugyanígy. Vegyük elő az iPhone-unkat, én ebben az esetben most egy iPhone 10S Max-ot, látjátok, szép arany. És ha feloldjuk, nem Face ID-val, látjuk, hogy itt van persze a Watch mindig az első oldalon, tehát erre rámegyünk. És azt mondom, hogy párosítás indítása, akkor igazából mindjárt meg is találja. Párosítva is van, és akkor egy ideig eltart, még majd el tudjuk kezdeni használni. De majd a használatot még minden más részletesebben bemutatom, ez most csak egy rövid kicsomagoló videó volt. A töltőjét nem is mutattam meg, talán az is fontos lenne, van egy kis olvasnivalónk. Matricát az watchoknál nem szoktunk kapni, ami érdekes. Persze Designed in California, van egy kis töltőpedünk. Ezt már ismerjük, USB a másik vége, sima USB, tehát itt nem kell még aggódni, hogy itt is csak valami Lightning vagy USB-C csatlakozót talált ki az Apple, és a sima USB véghez persze a sima iPhone töltőt is adják hozzá, 5 wattos, de hát ezt az órát elég gyorsan fel tudja tölteni, és említettem, szép, hogy adtak egy ilyen kis takarító, képernyőtakarító kis cuccot, de sajnos nem tudjuk mindig belehúzni. És még röviden megmutatom, hogy hogy néznek ki, hogyha felveszem. Hogyha egyáltalán fel tudom venni. Így né. És, ja, elég jól néz ki. Jó kis lapos, sportos. Kellemes a dizájnja, és ja, nézzük tovább, hogy mikkel tud, a következő videóban az új GPS-es, vagy akár 4G-s is, van olyan verzió is, Apple Watch Series 4.